Maja Lönde, Hónővér, 11. fejezet Az úszadából hazafelé menet a karácsonyi hangulaton gondolkodtam. Hedviget a hó derített a karácsonyi hangulatra, engem a mézes karács illata. De valójában milyen a karácsonyi hangulat? Nem furcsa, hogy bár az ember pontosan tudja, mit jelent a karácsonyi hangulat, mégis nehéz leírni az érzést. A karácsonyi hangulat valami puha, plüshöz hasonló érzés, amitől pizseregnek a lábújaink, és egy kicsivel szaporábban ver a szívünk, de nem annyira gyorsan, hogy kellemetlen legyen. A karácsonyi hangulat olyan érzés, amitől az embernek kedvet támad kitárnia a két karját és magához ölelni valakit. A karácsonyi hangulat dalra fakaszt, mosolyra késztet, és gombócot ültet a torkunkba. Mindezt egyszerre. Ha a karácsonyi hangulatnak színe is lenne, meleg sárga lenne, noha a karácsony maga piros. A karácsonyi hangulat ugyanis a bensőnkben világít, mint valami fákja. És Hedwignek igaza volt. A hó karácsonyi hangulat tud hangulatot tud ébreszteni az emberben. Főleg az a fajta hó, ami aznap esett. Nem túl sűrű, nem túl vizes, és nem is túl hideg, és szúrós csak könnyű, szépséges kristályok, amelyek rátelepednek a háztetőkre, a fákra, meg az utcákra, beborítanak minden csúnyát és szürkét, eltompítanak minden hangot, mintha az egész világot puha birka szőrtakaróba bugyalálnánk. Bár a hó hideg volt, mégis mintha melegebbé, langyosabbá és biztonságosabbá varázsolta volna a világot. Nyugodtan lépkedtem és élveztem a látványt, nem kellett sietnem, senki sem várt. És amikor az ember élvez valamit, igyekszik elérni, hogy minél tovább tartson. Emellett élvezettel gondolkodtam azon is, hogy mit csinálok, ha hazaérek. Mondjuk mézes kalácsot sütök, vagy szegfűszeget tűzködök bele egy narancs héjába, vagy karácsonyi ajándékokat csomagolok. Már mindenkinek vettem valamit a családban. Apa egy kávésbögrét kap, Menj a fülbe valót. Augusta pedig egy sportszárat, mivel velem ellentétben nagyon jól focizik. Már csak a csomagolás volt hátra, ami egyáltalán nem az erősségem. Nagyon nehéz volt hegyes sarkokat kialakítani, és túl sok ragasztó szalagot kellett használni. A szalagot pedig szinte lehetetlen volt elég szorosra megkötni. De a végén a kunkorítást nagyon élveztem. Minél hosszabb a szalag, annál jobb. Még Juno tanított meg bekunkorítani az ajándékkötöző szalagot. Amikor becsomagolta az általavett ajándékukat, a szalagokat mindig meghagyta nekem, hogy azokat is én kunkorítsam be, mivel tudtam, mennyire szeretem. Juno ilyen volt. Ilyen kedvesen bánt velem, és most valahogy nem fájt, ha rágondoltam, inkább örömmel töltött el mintha egy kicsit ott lett volna velem, pedig már meghalt. Karácsony közelettével az üzletek vasárnap is nyitva tartottak. Mindenütt emberek jártak, keltek, szatyrokkal és csomagokkal megpakolva. Úgy tűnt sok a dolguk, de nem tűntek mogorvának, sőt, talán ugyanannyira örültek a hónak, mint én. Éppen befordultam a sarkon a saját utcánkba, amikor megakadt valaki a szemem aki a közti oldalon a postáról lépett ki, és hirtelen az egész karácsonyi hangulat elszállt. Ugyanis ő volt az. Az öreg fickó hedvigék kertjéből. A kulcsos ember. Megáltam és alaposan szemügyre vettem. Ugyanaz a sál, ugyanaz a sapka, ugyanaz a kopott zöld téli kabát. Igen, egyértelműen ő volt az. Még ha az arc kifejezése másmilyen volt is, ezen a napon nem tűnt olyan dühösnek és szomorúnak, csak elfoglaltnak. Nagy csomaggal a hóna alatt sietett tovább, amit nyilván akkor kapott meg a postán. Megálltam. Tulajdonképpen hazafelé tartottam, és mizes kalácsot terveztem sütni. De megint megjelent ez a férfi, és ezúttal nem hagyhattam, hogy eltűnjön a szemem elől. Gyorsan lépkedett, meg kellett szaporáznom a lépteimet, hogy tartsam vele a tempót. Átszaladtam az úttesten, és az út másik oldalán követtem. Ügyeltem rá, hogy túl közel kerüljek hozzá, mivel úgy észrevehet, de túlságosan lemaradni sem akartam, mert akkor pedig könnyen szem előtt Nagyon féltem, hogy megfordul és észrevesz, ugyanakkor meg, ha meglát tulajdonképpen teljesen mindegy. Ő ugyanis még sosem látott engem, csak én láttam őt. Ha megfordul, majd elnézek másfelé, gondoltam magamban. Esetleg szórakozottam még fügyörészem is. Nem, fügyörészni azért még sem kellene. Az túlságosan gyanús volna. Szerencsére azonban nem fordult hátra. Ment tovább, és igencsak szedte a lábát. Lehet, hogy időben oda kell érni val valahová. Minden esetre abból a tétovázásból, amit hetvigig kertjében láttam rajta, semmi sem látszott. Az egyik sarkon befordult, utána siettem. Félig már szaladtam, mert mi lesz, ha megint eltűnik? Ám amikor odaértem a sarokra, még mindig ott volt. Tovább loholt, és jóval előttem járt. Ez egy csendes, keskeny, sötét mellék utca volt. Itt nem égtek karácsonyi fények, sőt az egyik utcai lámpa is elromlott, csak villogott, és közben zümmögő hangot adott. Elfutottam néhány kisebb üzlet előtt, amelyekből fényárat ki a hóba, de minél beljebb értem az utcába, annál nagyobb lett a csend. Autók nem jártak ott, egy teremtett lélek sem haladt arra. Csak az öreg fickó ott elől meg én. Hosszúkat lépett legalább kétszer akkorákat, mint én. Szinte már futottam, és úgy éreztem a lábaim, túl nagy zaj csapnak a járdán. Most még jobban tartottam attól, hogy hátrafordul, mivel ha meglát, egyértelművé válik, hogy követem, hiszen csak ketten jártunk arra. De vállalnom kellett a veszélyt, mert a férfinak volt valami köze Hedvighez, amiről ő nem akart beszélni. Hedvig félt a férfitól, lehet, hogy bántani akarta. És ha sikerül kiderítenem, mi a baj, talán segíthetek. A férfi megint befordult egy sarkon. Utána futottam, és lihegve megálltam az út végében. A fickó bement egy szűk sikátorba. Épp ott csak ki tudtam menni az alakját egy ajtónál. Megint előhúzta a kulcsomóját, ugyanazt. Hallottam, ahogy zörög a sok kulcs, aztán bizonyára megtalálta, amelyiket kereste, mivel bedugta a zárba. Elfordult, az ajtó pedig kinyílt. A fickó bement, bezárta az ajtót és felkapcsolta a villanyt. Kiáradt a fény a húra az üvegén, az ajtó üvegén, és a szomszédos kis kirakatonát. Úgy álltam ott az utcasarkon, mint aki odafagyott és most mi a fenét tegyek?